Finkáim, én Ancsa vagyok, és ez egy nagyon szar videó lesz, de mindegy. Unalmamba csinálom ezt a... Mindegy. Unalmamba csinálom ezt a videót, mert nagyon unatkozok, és a fa tudja, hogy mit lehetne csinálni. YouTube-ot most már nem ülöm, mert azt is meguntam. Tehát csinálok egy videót is. Ez egy nagyon szar videó, úgyhogy csak ezt a lányoknak ajánlom, de őket sem biztos, hogy érdekli. Na mindegy, én csak ezt a hülyeségből rakom fel, várjatok. A kamera megint nagyon szarul el. Ja, így. Az első, vagyis a filippóniaimat fogom bemutatni. Úgyhogy, vagyis még más pónikat is bemutatok, de annak fogalmam sincs, mi a neve. Úgyhogy, ha a lányok tudják, hogy mi a neve, akkor komiba írják meg. Írjátok meg. És lehet, hogy nem így kellett volna videózzam, mert így nagyon szar lesz szerintem. Na akkor az első az lesz a... Hol van? A király. Ami nagyon lányos, de nem baj. Jaj. Így ez az. Így előről is mutatom. Ó, másik oldalról és hátulról. Elég nagyon lányos, de erről nincs itt elmondani, és... De nagyon jól jön lánynak is. Ezért tudom, hogy fiú, mert be van keretezve a koronája, vagyis így be van vonva. Be van vonva. Ó, Jézus Istenem. Be van... Ó, be van valamivel izélve. Így be van... Hogy hívják? Hogy mondják? Jaj, mindegy. Értitek? A második az egy ilyen... Hoppa, várjunk egyszer az első család. Meg. Ez a... Melyik is? Várjátok. Igen, ez a királynőnek a lánya. Én mutassam neki. Ez azért tudom, mert hogy lány, mert itt a koronája nincsen befődve, vagyis bevonva. Mindegy, ezt is értitek, gondolom. Akkor a harmadik az a királynő, amelynek... Hoppá, velünk erről nem mondtam el valamit. Mihelyt ezt megkaptam, még beletörtem a szarvát, vagyis így leesett, kicsit csavarodott, és el kellett dobnom. Na mindegy, akkor jöjjön a királynő. Ez a királynő, ez majdnem olyan, mint a király, csak ez így fel tud állni. Így, kb. Így, azt meg is mutatom, így. És akkor így, amikor így feláll, ahol tudjátok, hogy nyerít, meg minden, és ez így feláll. Így. Csak a tenyeremben van nagyon áll meg. Így, látjátok? Mindegy. Értitek? Akkor következő a királynőnek a második lánya, ez a... Hoppá, várjunk csak. Hoppá, bocsánat, ez nem a királynőnek volt a lánya, pedig ez is Filippóni, na mindegy. De ez az, gondolom. És ez a Filippóni, az a királynőnek a lánya, és itt a haja nem tudom mennyire látszik, így lejön, így nem. Így, hogy így fél haja van így, minden. És ez is a Filippónikhoz tartozik, ez is lány. Mondjuk ennek a koronája csak így idáig jön, az nem tudom, kislány, vagy csak ilyen, mint egy hetedikes lány, ekkora kb. Mert a kicsikéknek szerintem úgy van, hogy csak a koronájuk, nem, nincsen ilyen szára, semmi szerintem úgy van. Nem tudom, akkor ezeknek mind rózsaszín a patájuk, meg minden. Ezek úgy, hogy egy valamik, nem tudom. Most jöjjenek a másik család. Ez egy nő, amelyiknek ilyen szárnya van. Csak ezt a szárnyat nem tudom leállítani, vagy valami, mert ezt így fel van állva, de mindegy. Ez a Filippóni, ez is. De ennek ilyen zöld szárnya van, és ez is nő. De ennek már ilyen hosszabb a koronája, hiszitek, hosszabb már a koronája, mindegy, koronája, így, már ide a füléhez hátra jön.
Akkor ez az egyik családhoz tartozik. Itt szintén, illetve egy olyan nő, az is egy olyan lány, amelyiknek ilyen szárnya van. Így, és ennek is úgy, hát olyan erről már nincs mit elmondani, de ez is lány. Illetve még itt vannak, a kis gyerekek, illetve itt van ez a kis baba, és ennek így van, mikor repül a patája, meg a hátsó, meg az első patája, így nem tudom, hogy mutassa, meg így elő van nyolva, meg így, meg minden. Hát megmutatom a kezemben, amikor így repül. Így, hogy így ki van terülve, mit tudom én, mindegy. És ott van, illetve ez a kis baba, így. Én közelebből is mutatom. Ennek is zöld szárnya van szintén. És itt szintén ezek ilyen zöld szárnyasok. Nem tudom, látszik-e, így. Mindegyiknek olyan van, úgyhogy ez is család, de én ezt a kéket, eztet, én a fiúnak használtam, legelőre fiúnak használtam, de megjött az eszem, hogy ez is jól jön lényének. Na mindegy is ez, illetve kaptam egy ilyen kis díszt. Nem tudom, hogy mondják díszt. Nem tudom, mindegy. Nem vagyok valami jó magyarból, pedig olyan nyelven. Na ez egy ilyen kis dísz, aminek itt van egy almácska, egy kosár almája, ami ilyen mű, nem szivacsból, hanem ilyen keményből van. Nézzétek. Na mindegy is. Na, akkor. És van ilyen kis köpeny, ami így lelóg itt az oldalán. Itt a, nem tudom mennyire látszik, de itt lelóg. És akkor itt hátul meg a farkánál is. Itt. Nyi. Na, akkor mutassam tovább. Ja, itt még illetve van egy ilyen kis rózsa, ami jaj, már én sem látok nagyon. Illetve ez a kis masni van rajta. Illetve ez nem tudom melyikhez volt, de nem az enyémeim közül. Ezt csak így kaptam, ez egy kicsi rózsa. Nem tudom, ehhez fogom ragasztani, vagy a királynőnek, nem tudom. Így, kb. Így fogom ezzel ragasztani. És akkor így nem fog látni tőle, nem tudom. Vagy a nyúlnak ide a sapkájába, így, vagy valahogy így. Ugye így a füléhez, vagy a kosarába, nem tudom. Kell válaszok még. Akkor, illetve szintén itt vannak még pónik. Tökre nem tudom, hogy melyik, hogy is, hogy hívják, úgyhogy kommentben valaki tudja, írja meg ilyen kis, mit tudom én, mit. Ja, így mutatom. Van egy ilyen. Mit tudom én, milyen. Nem tudom milyen, tényleg nem tudom, hogy milyen pónik ezek. Illetve van itt egy ilyen, amelyiknek a szárnyát letörött. Nem is én törtem le, nem már így kaptam, nem volt meg a szárnya. Így itt lefolt, és így a Bella itt a szárnya, azt meg nem volt itt. Illetve szintén van itt egy ilyen megkopott, már meg van kopva, de mindegy, egy ilyen piros, fehér pata, meg fehér sörény, de szerintem ez nagyon öllék. Így meg így szétszáll a sörényem, és szerintem már túl el van kopva, úgyhogy nem is tudom. Na. Illetve szintén van még egy ilyen Filippóni, ó Istenem, nem tudom milyen póni ez, de a gépen ilyen, ezen egyszer játszottam volt, nem tudom. Szintén ez is olyan póni, mint illetve ezek, nem tudom én. De ennek van szarva, meg ennek, úgyhogy ezek szerintem együtt nem ide tartoznak ezekhez, mert nem tudom, hasonlítanak-e, de mindegy.
ezt csukjam be, na mindegy. És itt vannak az egész ilyen póni, de szerintem ez a kettő. Így. Ó, fut el a lovacskám. Így. Ez a kettő szerintem nem oda tartozik ezekhez. Na, akkor itt van az egész póni. Ó. Illetve itt vannak ezek is. Tehát egy ilyen nagy tucatnyi van. Hát aztán még ajándékozok is ezekből nektek. Na mindegy is. Ezt tökre nem tudom, hogy ezt hova fogom ragasztani pillanat. Na, a rózsa is fut el. Na így. Na így, így jó lesz. Na. Az előző videómban mondtam, hogy hogyha akartok, akkor írjatok más vagy más videót. Nem videót, ahogy. Kettő vagy három dolgot. És akkor kb. Megcsinálom, párat válogatok ki, és megcsinálom, de szerintem hármat írjatok, vagy kettőt, de egy sose legyen. Mert kevesen vagytok, még feliratkozom, de nem baj az. Nem tudom, kinek van csatornája, de írjon, akinek van. Na, sziasztok! Ha tetszett az a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Sziasztok!